Ez a csűr korábban is egy rendezvényhelyszín volt, nem tudom, hogy mennyire tudják, de a nagyecsedi cigány néptánc táborok itt voltak a 90-es években. A Sóstói Múzeumfalu igazgatója Balogné Szűcs Zsuzsanna mutatta be a bizottság tagjainak a hétfőn nyílt állandó kiállítást. A Túr Istvánli csűr a 70-es években épült fel a Múzeumfaluban, de az elmúlt időszakban raktárnak használták. Most találta meg méltó funkcióját, hiszen ide kerültek a megyei értékeket bemutató tablók. Sokszor vettük azt észre, hogy az ide érkező turisták nem kapnak teljes mértékben olyan körképet a megyei értékekről, amiknek a nyomján Nyíregyházát elhagynák. Azt gondolom, hogy föl kellett vállalni azt a missziót, hogy a megyei értékeket bemutatva motiváljuk őket arra, hogy menjenek és túrázzanak Szatmárba, Berekbe, falvakba, kisvárosokba, és keressék fel a csodákat, azokat a kincseket, amiket itt mi bemutatunk, akár tablókon, akár műtárgyak segítségével. Rengeteg érték van a megyében, különlegességek a hungarikumok is, amikre kiváltképpen büszkék vagyunk, és mivel egy turisztikai célpont vagyunk, ezért adva volt a lehetőség, hogy egy kiállítást hozzunk létre. A bizottság elnöke, Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke az ülésen azt mondta, nagyon hasznos az együttműködés a testület és a Múzeumfalu között. Az értéktár darabjait eddig elsősorban a bizottság honlapján tekinthették meg az érdeklődők. Most az együttműködés keretében kézzelfoghatóvá váltak a megyei kincsek. A Múzeumfalu és a megyei értéktár bizottság munkája, én úgy gondolom, hogy nagyon szorosan összefüggött eddig is. Lehet, hogy bár a célok ugye ugyanazok, megmutatni az értékeinket és a hétköznapok részévé tenni, de eddig talán még nem volt meg az a kapocs, amely összekötötte szorosan a két szervezetet, és most hál' Istennek egy pályázat keretein belül és közös gondolkodásnak eredményeképpen én úgy gondolom, hogy nagyon szorosra sikerült fűzni ezt a munkát, és fizikailag is meg tudjuk mutatni most már itt, Magyarország legszebb skanzenébe a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárat, hiszen itt ki lett alakítva a Túr Istvánli csűrből egy olyan értéktár, amely bemutatja egyrészt a megyei értékeket interaktív módon és fizikailag is, és bemutatja a Nyíregyházi Városi Értéktárba szereplő értékeket, és ezáltal úgymond egy kicsit megnyitotta a kapuit az értéktár is, hiszen nem csak az interneten lehet most már nyomon követni, hanem valóban egy kicsit bele lehet kóstolni abba a munkába, amelyet mi végzünk, és annak az eredményeibe is. Ez a belegi keresztszemes technikáról szóló film nyerte el a bizottság tetszését, és egyben az első díjat az értéktár darabjairól készült kisfilmek versenyében. A belegi keresztszemes hímzés került március 15-én a hungarikumok közé. So very fine, so happy together.